15 év után Barbara Ellen krónikus fájdalmai csak súlyosbodtak. Annyira rossz volt a helyzet, hogy már az életét féltette. Aztán egy nap olyan természetfeletti élményben volt része, hogy teljesen meggyógyult és megszabadult a fájdalomtól. Ma boldogabb, mint valaha. Éppen anyukám házából érkeztem haza, amikor szúrást éreztem a csontjaimban. Többször volt az életemben olyan időszak, hogy a tévénézéshez be kellett burkolóznom takaróba, hogy ne fájjon annyira a karom. Azon gondolkodtam, hogy vajon csak a hideg miatt fájnak ennyire a karjaim? De nagy hőségben is ugyanúgy fájtak. Azt gondoltam, valami betegség, ami szétterjed az egész testemben. Elképesztően féltem. Borzasztó állapotban voltam. 15 évig éltem együtt a fájdalommal, és tavalyig csak erősödött. Azt tapasztaltam, hogy az ujjaim kezdenek bemerevedni, főleg a kis ujjam. Ízületi gyulladásnak gondoltam. Éjszaka teljesen bemerevedtek az ujjaim. Reggel nagyon erősen kellett próbálkoznom, hogy ki tudjam nyújtani őket. Azt mondtam a férjemnek, hogy kész, ennyi volt. Azt hiszem, meg fogok halni. Ott ültem a kanapén, beburkolózva a takaromba, és a 700-as klub adását néztem. Azt kiáltottam, Istenem, gyógyíts meg! Kinyújtottam a kezeimet így, és azt mondtam, Istenem, gyógyíts meg! És Gordon azt mondta, van valaki, akinek olyan ízületi gyulladása van, ami mindkét kezének a mozgatását akadályozza. Nagyon súlyos. Olyan, mintha az immunrendszere támadná az ízületi kapcsolódásokat. De most meggyógyítja Isten. Minden fájdalom azonnal megszűnt, rögtön. Olyan volt, mintha Gordon és Isten összekapcsolódtak volna. Kinyújtottam és visszahúztam a kezeimet, fel és le, előre és hátra, és nem éreztem semmi szúró fájdalmat, sehol a csontjaimban. Az egész dolog, hogy meg fogok halni, nem volt gond többé. Azonnal megnyugodtam, minden kétely nélkül. Őszintén elmondhatom, hogy ez teljesen megváltoztatta az Úrral való kapcsolatomat. Nincsen semmi ebben a világban, ami lehetetlen volna Istennek. Új ember vagyok, teljesen máshogy kezelem a dolgokat. A családomhoz is teljesen máshogy állok hozzá. Sokkal több részvét van bennem az emberek iránt. Isten valóságos. Ennyit mondhatok. Isten valóságos.